Az elmúlt napok vízállás jelentései azt prognosztizálták mára, hogy a Duna vízszintje a Balti-tenger szintje felett még 84 méter alá eshet, ezért az illetékes szakemberek a Paksi atomerőművet illetően úgy döntöttek tegnap délután, bevezetik az alacsony vizes intézkedési terv harmadik fokozatát jelentő szintet, és megkezdik a szükséges munkálatokat a vízügyi igazgatóság szakemberei, továbbá az atomerőmű részéről a külső technológiai osztály dolgozói. Elkezdtük az előkészületeket az úgynevezett pajtás szivattyúk felállítására. Ez azt szolgálja, hogy ha tovább csökkenne a vízszint, akkor ezek a pajtás szivattyúk mindenkor tudnak elegendő vizet biztosítani ahhoz, hogy a blokkokat biztonságos állapotba tartsuk. Kovács Antal, az MBM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója elmondta. Az előrejelzések szerint a mai mélypont egy időszakos állapot, és holnaptól már vízszint növekedés várható. Ennek ellenére a szakemberek úgy döntöttek, ha már az előkészületek megvannak, akkor a hármas fokozatból történő kikerülés esetén is végigcsinálják a folyamatokat, hiszen kiváló alkalmat nyújt a gyakorlatra. Mindenre megvan a megoldás, mindenre megvan a forgatókönyv, a kollégák azért is kezdték el időben felkészülést, hogyha úgy alakul, hogy tovább csökken a vízszint, akkor ezek a szivattyúk nem csak a próbát fogják, hanem adott esetben életbe is el tudják látni a feladatot. Tehát olyan probléma, hogy itt bármiféle biztonságot érintő kérdés legyen, az nem fordulhat elő.